Sziasztok, ez itt a Kekec, azaz a közlekedés ekézése szerdánként. Szerda van! Mindjárt hétvége. Ez már a nagyon-nagyon kis hétvége. Ez a kis péntek. Kis szombatnak a kis pénteknek a kis ahol sütőtökje. Olyan helyzeteket fogunk megmutatni, amelyeket általában mi rögzítettünk, de vannak természetesen kölcsönkapott videófelvételek is benne, amikor valami, vagy valami nagyon furcsa történik, vagy valamilyen közlekedési szabálysértésre derül fény. És mindenképpen ekézni akarunk. Igen. És nem arról van szó, hogy Ákos rajta hagyta a traktoron az ekét. Nem akkora paraszt. Na, csapjunk is bele. Azt mondja, elindítanád hogy... végre? Jó, csak olvasom, tudod a fájlneveket. De én tudom azt már fejből, aporviumos téren történt. Valaki átírta a fájlneveket, hogy tudjuk, hogy miről van biztos szó. Biztos ő volt, ugye? Biztos, hogy én dolgoztam vele órákat, és nem Ákos. Tekerjél bele jó. Az aporviumos térig. Ezt én jó. Kell, hogy irányítsam be, mindegyik ilyen 5-10 perces videó. Aporviumos szóval, térig. Aporviumos téren, ez velem történt egyébként. Itt az történt, hogy itt kijövök, itt megálltam egy pillanatra. Itt azt hiszem, akit éppen látunk előttünk, ő fog jönni, ez a kombi autó. Aha. Daewoo Lacetti, vagy valamilyen... Lajos. Nem gondolnád valamit. Daewoo Lajos. Ez igen. Itt egy olyan kereszteződés, ahol két sáv indul el, de az egyik el fog fogyni, és ugye ez megy tovább hozzánk fel a hegyre. És mivel Ákos sportos, ezért ő hajlandó beállni az elfogyó sávba is. Hajlandó vagyok, mert úgy érzem, hogy dinamikusabban tudok elindulni, természetesen csak is és kizárólag 50 km per óráig. Per óráig, de addig nagyon gyorsan. Szóval itt hallgatassam meg ezt a részt. Itt tényleg... Ugye nem látszódik, kár, hogy a te kamerád volt egyébként a kocsiban, mert a hátunk mögött azaz valaki, az most szépen kiállt és beállt a hátam mögé. Na majd aha. Akkor gyorsulok, ha azért sárga mögött, az biztos jó megy. Én itt valóban egyébként elég jól elindulok, tehát szoktam egyébként arra kifejezetten figyelek még arra is, hogy ha ilyet csinálok, akkor a mögöttem levőre is gondolok, hogy lehet, hogy ő is be akar majd még férni. Úgyhogy itt szépen el tudjuk érni viszonylag gyorsan ezt az 50 km-es tempót, de aztán itt vissza kell lassítani, ott tetszik látni, hopp, ott. 30-as tábla. Nem még egy 30-as tábla, itt már nem megyek olyan gyorsan, kifejezetten befértünk, tudunk menni, és itt megláttam, hogy ott egy hölgy. Igen. Aki, azt hiszem hölgy legalábbis. Szeretne átmenni a zebrán. Szeretne átmenni, megállok neki természetesen. Ez a zebra egyébként a világ legrosszabb helyén lévő zebra. De, a kanyar közepén. De most már, hogy 30-as tábla van, ezért tették ki egyébként, mert ezt a kötelező haladási irányt, ezt itt minden héten kiverte valaki. Igen. Gyakorlatilag telibe vert állandóan. Úgyhogy ide építettek egy kis járdaszigetet, hogy lassabban. Azért nehéz, mert itt egyszerre 4 utca találkozik, és olyan picik a távolságok, hogy nem nagyon lehet, nem tudod hova terelni az autókat, így meg a gyalogosokat. Ja, az ebben sem véletlenül itt van, tehát ide tudták elhelyezni. Legalább abban segítettek rajta, hogy így gyakorlatilag keresztesen keresztül megy, tehát kénytelen vagy észrevenni, de ahhoz, hogy megold, lassan kell menni. Na itt majdnem telibe vert hátulról a csávó. Itt most hallani az éket. Csikorgás meg minden. Majd elindulok és megyek, mint az állat, de itt már picit visszamegyek, akkor fogod látni azt is, hogy ahogy elkezdek fékezni, látod, hogy én nem megállok egyszer csak, hanem látom, hogy szépen bűvészkedik. Gradiens módon. Nézd igen. Meg, itt megállok, akarnék megállni, és még beljebb engedem, és még beljebb, és szegény már majdnem elütöm, még mindig bele kellett engednem, mert ez itt csikorogva keresztbe állt, mint a hülye mögöttem, és ki kellett, hogy engedje a szembe sávba. Nem volt benne ABS, vagy hogyan? Biztos, hogy nem volt benne ABS, de szerintem nagyon csúnyán benézte. Nem figyelt, meg nem tudom, nincs benne az a kultúrát 12. kerületi úrigazgatónak stílusra, hogy a gyalogost átengedjük. Itt szépen átmentünk körforgalom, akármi, és igazából eddig nem érdekelt volna, meg nincs semmi probléma. Itt, amikor fölkanyolok, itt fog majd... Valami olyasmit mondott, hogy... Direkt eltakarom a számat, meg sípolok, meg minden. Szóval úgy elküldött anyámba, hogy csak pislogtam. Képes voltál átengedni szemét módon az elsőségével rendelkező hagyján, de embert az tolta neki, mint az állat. Tudtuk, hogy gyorsulunk, és be kell, hogy férjünk, oké, van ennyi abban a tartalékot, bőven elfértünk volna, simán abszolváltuk. Vissza kellett lassítani 30-ra, ő nem lassított vissza 30-ra, tolt, mint az állat lefelé. Majd utána látszott, hogy nem egyszer csak padlófékeztem a gyalogosnál, hanem szép lassan állok, látom, hogy gépészkedik, tehát szép lassan még inkább visszavettem a tempóból, majd ezek után fogta magát, és engem küldött el anyámba, miközben majdnem kivasalt rajtam keresztül a gyalogost, meghágolt egy 30 km per órás táblát, és a többi, és a többi. Kár, hogy ez nincs meg a hátsó kamerában, mert úgy lett volna az igazi. Milyen jó lett volna az enyém? Édes Istenem, milyen jó. Mi autóban nehéz rögzíteni azt a kamerát, hova teszed? Igen, sajnos a miénkben nem tudjuk. Rákóczi útra a picike kis kereszt utcákból ugye úgy tudsz fölmenni leginkább, hogy hát ott küzdelmes, várjál, oda tekerek arra a részre.
Ez melyik nagy Diófa utca? Vagy valamelyiköbből jövök kifele, nem már nem, egész a Sip utca. Itt egy picit disznó is vagyok, mert látod, áll a tömött sor, de mivel mögöttem is vannak, itt nem fogok megállni. Nyilván egy buszsávban nem állok így keresztbe meg, hogy léci, engedj már belé. Elkezdtem szép lassan gurulni, hogy srácok, látjátok, áll a tömött sor, majd valaki csak meenged. Egyébként ez meg is történt, de nem én vagyok most igazán a stiklis, hanem ők. Itt ez a mellettünk levő furgon, ez nagyon nem akarta elengedni a csókát. Látod, velem gyorsul is, én azt mondom, hogy jó, oké, majd én beállok mögéd. És mindenképpen meg akartam mutatni neki, hogy a jó édes nénikéjét, majd itt egy akkorát bement, hogy a mögötte levő furgon, az meg ma majdnem telibe verte. Igen, gyönyörű volt. És mindez azért, hogy annak a valaminek a mögé tudjon menni, és le tudja villogni. Na de még közé szorult egy másik az autó, már, mert ráadásul ugyanabba, hogyha ugyanabba a sávba állsz be valaki miatt, akkor őt nem fogod utolérni. Az még szerencséd lehet, hogy a másik sáv gyorsabban megy, de ha ugyanabba állsz meg, akkor garantáltan nem tudod utolérni. Szóval ez tipikusan az a helyzet, amikor bármi lehet belőle, mert ez itt azért, ha nem figyel egy kicsit a mögötte levő, akkor a simán megnyomja hátulról. Ez gyönyörű volt, igen. Tehát gyakorlatilag ez nem látványos egyébként a helyzet, csak maga az, hogy ez a furgonos, aki most itt elmegy, ez idegbajt kap éppen, és oda mindenképpen be akarta rakni magát, miközben ő szegényként tök fura helyzetbe kényszerítette, miközben miért ment át? Hát semmit nem nyert vele. Semmit. Csak azért ment át, hogy őt majd a következő lámpánál kicsit még jobban meg tudja gyömözkölni, és majd megmutassa neki. Bámulatos. Tényleg lehet az utakon mindenféle dolgokat, manővereket csinálgatni, de ez, hogy erőszakból majd én megtorlok, ez a legrosszabb talán. Mert itt semmi értelme nincsen. Begőzölés. Igen, semmi értelme nincsen. Azon kívül, hogy egyre ráncosabb leszel, mert ideges vagy. Ez a helyzet, ez egy nagyon egyszerű helyzet. Állunk a Soroksári elején, ugye most fogunk rámenni a Soroksári, mert Petőfi hídról kanyarodtam lefelé. Lekunkorodvás. És a jobbról érkező forgalmat néz, nem egy óriási történetet fogsz látni, azt fogod csak látni, hogy érkezik egy busz majd mindjárt. Gyere, kicsi busz jobbról. Tehát mindegy szőke. Hogy azért vizsgáljuk meg őt is. Hát közben nem tudom, hogy jött-e busz. Nem tudom, hirtelen itt jön majd mindjárt a busz. Opa. Megjött a busz. Megy négyel, és azért megy négyel, nem értettem, hogy miért, de mögöttem már egy végig szépen jön föl a sor. Azért, mert ő innen három sávot szeretne balra elmenni, hogy bemenjen a kicsi utcába, az ipar utcába. Megcsinálja, de közben nézd meg, megint egy olyan hülye helyzetet hozott elő, hogy a kanyarban, három sávban éppen forduló autók, akik próbálják egyébként az egyik két sávos útból ugye belemész egy három sávosba, tehát épp ott mörzsögetnek jobbra-balra, na azt sikerült neki, oda abba a kicsi utcán neki mindenképpen be kellett mennie, és három sávot emiatt így keresztben. Megint egy buszsofőrnek miért kell ilyen manővereket csinálni, ezt nem tudom. Ez nem volt annyira durva, ezt inkább csak akartam mutatni. Érdekességképpen. Lássatok ilyeneket is. Múltkor az első adásban említettük a női vezetőket. És kikaptunk egyébként ezért? Vagy nem. Nem, szerintem nem. Senki nem mondta a kommentben. Nem akarom bántani női vezetőket. Tipizálni szeretném, tehát azt akarjuk ezzel a műsorra, megálltam egy pillanatra, hogy értsétek meg azokat a szituációkat, amiket ha már gyakorlott vezető vagy, akkor zsigerből fogsz te is mondani, de aki esetleg még csak most kezd, mert nem tudom, 18-20 éves vagy, és most apa autójával időnként elmegyünk egy jót bulizni, vagy valami. Mit, ahogy mi is csináltuk. Abszolút, akkor ezeket a mintákat már lehet látni előre. Tudom, hogy ebből baj lesz, mert úgy állnak össze a dolgok, jön zsigerből. És nem rossz ebből kimaradni. És a női vezetőknél vannak bizonyos helyzetek, például az, hogy a női vezetők haláludvarjatlanok, és ez szerintem nem udvarjatlanság, hanem túl koncentráltság. Így van. Ők elhatároznak egy útvonalat, amiről nem lehet őket semmilyen, se térben, se időben eltávolítani. És az idő az azt jelenti, hogy akkor én nem állok meg. Megy akkor a GPS ott fejben, és nem tudnak lemenni. És ez egy nagyon jó példa lesz. Egy olyan kereszteződésen kéne, hogy átmenjek, ahol két sáv megy fölfelé, az egyik elkanyarodik, egy sáv megy lefelé, közben itt egy gyalogos átkelő van, itt egy lámpa van, ami miatt ott a busznak már látod a fenekét. Jó, megáll. Tehát tök egyszerű, férfi autós megáll, haló, menjetek keresztbe. Szembe jön egy autós, ez itt egy hölgy volt. Egyik se vette észre a helyzetet, hogy itt meg kéne állni, és semmit nem csinált, csak sorgott a lámpához. Igen. Meg kellett volna álljon, és akkor engem is el tudott volna engedni keresztben, meg a másikat is el tudta volna ember. Itt nézd meg, egyébként ez egy annyira tipikus, itt egy kicsit ilyen sötét a képernyő, de nézd meg az ujjait. Látod? Ennyi. Tehát az, jó van, mennyi igazi. Mennyi. Egy kicsit agresszívebb voltam, mert ezen a kereszten nagyon nehéz itt átmenni, és ugye én őt most keresztbe átmentem előtte, tehát kénytelen, olyan helyzetbe hoztam, hogy kénytelen volt elengedni, mennyi. De látszott ezen az egy kis pici mozdulaton, hogy ő az, aki érti a helyzetet. Ha két hölgy megállt volna, akkor ő is át tudott volna menni, meg én is. Igen. És minden okés lett volna. És ők egyébként ugyanoda kerültek volna, mert ők egy irányba, te egy másik irányba, szóval nincs jelentősége. Mert még visszatérve az apa autója, nekem ez volt az egyetlen tanács, amire én még mindig emlékszem, apukám azt mondta, hogy kisfiam,
nem kell mindig a legnagyobbat fingani, mert beszarás lesz a vége. Közlekedési tanácsként is érdemes megfogadni. Igen. Na itt ez egy olyan, ez megint ez, nem akarom, Isten ments, tényleg nem szapulni akarom, de megint ez a tipikus szerintem hölgy, szerintem ez a, őről beszélünk a Ford előttünk, Kombi Mondeo. Kiteszi az indexét, fékez, megint index, menjél itt már. Itt van a hely, parancsolj, ott a hely, tessék parancsolni. Majd meggondolja magát, és inkább tovább megy. És mégis mit kell ezt csinálni? Kiszállni? Nem és... tudom. Én egyébként sose szoktam fénykürttel jelezni, hogy gyere, mert ott a hely. Ha nem tudod kihasználni, akkor ne haragudj, nem neked szántam. Akkor ne gyere, igen. Igen, akkor inkább ne gyere. Akkor nem akarok szívni mögöttem. De még mindig nincs vége, mert elindulunk, megyünk. Itt ez a nyomorult kis furgonos szegény elég lassan megy. Itt egyébként egy hülye közlekedési helyzet van, mert itt általában egy busz szokott mindig megállni. Igen. Lehet rá számítani, hogy meg kell, hogy megint ott besorolás, megint kitette az indexét, megint, és megint nem csinált semmit. Most megint lassít, elengedi a buszt, megint kiteszi az indexét, megint ott vár, simán tudtál volna menni, nem történik semmi, és itt lett elegem, oké, jó, nem akarok előtted, és inkább elmentem. Igen. Itt megint udvariatlan voltam, legalábbis annak tűnt, de annak fényében, hogy már harmadszorra tette ki az indexet, és még mindig nem tudott elmenni, azt mondta, hogy nem, én ebben nem akarok közösködni, ez nem menjen előttem, én ezt merem állítani, hogy szerintem a közlekedési balesetek javarésze az azért születik, mert bizonytalan emberek vannak az úton. Aki gyors hajt, az nagy valószínűséggel azért hajt gyorsan, mert éppen kikerül valaki. Tudod, ezzel hogy is hívják, hogy én már 150 ezer kilométert levezettem, és még egy balesetem se volt. Igaz, hogy akik megpróbáltak kikerülni, azokból egy tucat már meghalt, de mindegy, én 40-nel megyek, ahol 80-nal lehet, és nem okozok balesetet, látjátok? Egy ugyanilyen jellegű helyzetet szeretnék még egyet megmutatni. Bejöttem emögé a Peugeot 206. 206? Uh-huh. Igen. Mögé, és már ebben a kereszteződésben, itt áll a sor előttünk, elenged egyet, már elindult a sor, megint elindult, de megint inkább vár, nem tudja eldönteni. Szerintem azt hiszi, hogy ez a jogkezes ott van egyébként a macisajt. Nem, ő el akar engedni, mindenkit el akar engedni, de már rég elindulhatnánk, és már rég elment a sor, már tökre elment a sor, és még mindig nem indult el. Ez semmi rosszat nem csinált, túl udvarias volt egy kicsit, de semmi gond. Itt van egy lámpa is, itt azért haladósan kell menni, hogy elérjük, ezért kicsit már úgy menjél már állapotban voltam, de ez megint csak egy jelzés, hogy ő egy kicsit ott abban a kereszteződésben olyan bizonytalan volt. Igen. Nem igazán tudott velem mit kezdeni. Tehát már eleve úgy követem, hogy tudom, hogy ez itt már kapott testrigulát, már igen. Ez már valamit tudhat. Elindulunk, és itt ez egy nagyon szutyog kereszteződés, mint biciklik is mennek, és igen. Neki van előnye, gyalogosok mennek át, tehát itt tényleg figyelni kell, és szép lassan kell menni. Még mindig semmi gond nincsen, szépen lassan megyünk, komótosan. Megvártuk, megfigyeltük, jó, megyünk. Óriási nagy ívbe vesszük, semmi gond, majd nem indulunk el, miatt túró van, oké, döntsd el, mit szeretnél, akkor most elindulunk, elkezdünk. Fékezünk. Igen, balra indexelünk, index, Jézusom, jobbra index. Megyünk, jobbra index, Jézus Mária! Tehát, hogy ennek valószínűleg neki mentem volna, ha nem tudom előre már, hogy ezzel vigyázni kell, mert valami nem stimmel. A jelekre mindig figyelni kell. Jobbra igen. Megyünk, balra megyünk, ide megyünk, ő egy kicsit olyan bizonytalan volt. A végére pedig ezt akartam betenni. Mi volt ez? Belső sáv, a kanyarodás. Ja, ez majd ilyen, ez egy ilyen tötyögős történet lesz, nem annyira ilyen. Itt utolérek megint egy valakit. A Karolina úton. Várjál, visszamegyek, mert úgy gyorsan indult el. Ez egy olyan kereszteződés, ahol jobbra mész, nem lehet semmit csinálni, és egy olyan sávba érkezel, ami meg fog szűnni. Meg kell sorolni. Mindenki, kivéve persze ezt az asztrást, gyorsít ilyenkor egy kicsit, hiszen szeretnénk majd beférni. Azért fura egy kicsit a kereszteződés, mert balról pedig egy emelkedőről vagy lejtőről jönnek lefelé a hegyről. Szépen nyomatják az ipart. Ott már jobban, tehát figyelni kell, hogy beférjél. Lassítással nem fogsz beférni. Utálom azokat az embereket, akik úgy próbálnak besorolni valahova, hogy majd akkor én fékezgetek is. Kérlek, légy szíves, engedj be. Pláne, hogyha van, mert itt is egyébként még van egy jó bő 30-50 méter, amire megszűnik a sáv. Tehát ott meg kell próbálni fölvenni a többiek tempóját. Fölveszed egy lukat, és oda bemenni. Így van. Ha megállsz és lassan mész, akkor nem fogsz tudni oda bemenni. És nem fognak beengedni, teljesen jogosan, senki nem fog. Padlófékezni nem fogok azért. Így van. Na és itt már utolértem, és már itt fékez, mint a hülye, majdnem neki megyek, mert hogy itt akar bemenni, miközben még ott van előtte a hely. Megint be akar menni, megint nem engedik be. Jó, akkor tovább megyek. Most beengedték volna, de nem. Most nagy nehezen bevettem. Édes is. És látod, itt még mindig, még itt is mehetsz, meg itt is, mert itt van vége. Itt van vége a sávnak, igen. Szóval, ezt túl lassúzta. És oké, már itt nyilván volt egy hangulatom ettől a drága jó embertől. Kettővel előttünk megy, nagy nehezen átküzdötte magát ugyanabba a sávba, persze, hova menne máshova, mint én, ugyanarra megyek. Természetesen. Igen. Elindulunk, megint olyan lassan megyünk.
Hova menne természetesen lassan? A belső sávba. Oké, jó, én megyek a külsőbe. És a busz, a kék busz, az durván rávert. Majd, itt nem látszódik, és simán megyünk a zöld hullámba. Most itt kitette az indexét a hátam mögött, és beállt jobbra a busz mögé. Jézus Máriám. Tehát, megint ez a tipikus, túl lassú, túl bizonytalan, na ezek azokat, vagy nagy, most itt azt csináltam, hogy nagyon gyorsan kikerültem inkább, és salát se haldömöt, hogy inkább essünk túl rajta. A másik pedig az, hogy oké, akkor menj előre. Csináltam a dolgodat, én inkább elkanyarodok, megállok, oké, javaslom az újságot, eszem egy hamburgert, de nem, nem szabad ezt kell. A roppant szociális feleségemet szeretném itt idézni, végszónak is talán megteszi, hogy nincsen baj a sok emberrel, csak nálam legyen a gyufa. Na, kérünk szépen lájkokat, hogyha szeretnétek még ehhez hasonló közlekedési videókat nézni, mert anyag az van bőven sajnos Budapest születik, utcáin. Nap mint nap születik. Lassan most már tiédet is el kell felhozom, venni. Igen, nézzük felhozom, meg. Mert megint volt egy pár. Sziasztok, gyertek legközelebb is. Hypa, hypa. Hypa, hypa.